Jó napot kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket és a sajtókedves kedves megjelent munkatársait innen Balatonföldváról, a nyugati strandtól, annak előterében, hiszen ez a következő alkalom, amikor tiltakozásunkat kívánjuk kifejezni a kikötő megépítése ellen. Nem ez az első alkalom, most már több éve húzódik ez az ügy, és azt gondolom, hogy ez nem csak Balatonföldvár ügye, hanem az egész ország ügye, hiszen a Balatonunkat védenünk kell, és a kormányzati szándékok, az elit szándékai nem mások, mint a Balaton kisajátítása. Ez is egy emblematikus példája az a kikötőépítés ennek a törekvéknek. Számunkra nagyon fontos, hogy a civileknek és a lakosságnak a hangját meghallgatva Tiltakozzunk mi is ezen építések és beruházások ellen. Különösen akkor, hogyha az engedélyeztetési eljárások körül különböző gyanús mozzanatok vannak. Nem beszélve arról, hogy a parkolók számának biztosítása is. Külön kérdéseket vett fel. Tájékozottunk természetesen az elmúlt időszakban az önkormányzattól egy közmeghallgatáson is részt vettünk, ahol Holovics huba polgármester úr messze menőkig kiállt a kikötő építése mellett, és nem hallotta meg a lakosságnak a szavát. Számunkra rendkívül fontos, hogy mindig tájékozottak legyünk az ügyben, és tudjuk nagyon jól, hogy itt a Balaton déli partján már készült egy olyan kikötő, épült egy olyan kikötő, amely mellett iszaposodás jelent meg. Félő. Hogy ez a kikötőberuházás is olyan ökoszisztémai, szisztematikai feladatokat fog majd elindítani, olyan mechanizmusokat, amely a Balaton élővilágának, környezeti értékének rombolásához vezethet. Ezért is tartjuk fontosnak azt, hogy kiálljunk a civilek mellett, a lakosság mellett, és képviseljük azokat az érdekeket, amelyek tőlük érkeznek. Ezért is kértem meg a. Dr. Usinovics Györgyöt, a Fesztivált Társaság bizottságának elnöket, elnökét, valamint Herényi Károlyt, a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület elnökét, hogy számoljanak be arról, hogy milyen következő lépéseket kívánnak megtenni, illetve milyen folyamatok vannak most jelenleg is ö, folyamatban. Akkor Usinovics György, tessék. Közel 40 évnyi ö, közszolgálat után én azt gondoltam, hogy nehéz már újat mutatni különböző eljárások lefolytatásában, hát ret, nagyot sikerült évednem. Tehát 2019 októberére kellene visszanyúlni, vagy még korábban, de beszéljünk a legfrissebb ügyről. 2019 október 14-én jelent meg a kisföldi programban, ugye a falusi turizmus fejlesztésével kapcsolatban, megjelenő kiemelt kormányzati programként, a elektromos kikötők fejlesztésének, illetve B verzióban építésének ügye. Akkor még nagyon keveset lehetett erről tudni, egy biztos, hogy Balatonföldvár önkormányzata, Holovics Huba polgármester úr képviseletével, Bianko aláírt egy pályázat, egy akkor még ismeretlen pályázónak egy támogatási nyilatkozatot. A lakossági tiltakozás ellenére került ez aláírásra. Az első meghallgatáson az alpolgármester asszony azt mondta, hogy itt minden rendben van, fejlődik a város, megy előre, mint a gyorsvonat. E, hangsúlyozom, ekkor még nem volt ismert a pályázó. Ed, ezek után Holois Huba polgármester úr azt nyilatkozta, hogy várjuk meg, amíg lesz pályázat, lesz döntés, nyert a pályázat, addig nincs ügy, majd lesz ügy. Akkor, hogyha valaki ezt az egészet megnyerte. Valaki megnyerte ezt a pályázatot, ez a Balabó KFT volt, akinek egyébként a mai napig tevékenységi körét megvizsgálva egy betű nincsen, kikötőépítésről nincsenek referenciája, semmilyen nincsen. Ezzel kapcsolatban más nem is szeretnék elmondani, csak az, hogy közel egy milliárd forintot nyertek a pályázati pályázatom. Holovics Huba úr ígérete ellenére köszönek hallgatást. nem volt, lakosság véleményét nem kérték ki, a lassan országossá duzzadó tiltakozás ellenére továbbra is kiált a polgármester úr a kikötő megépítése mellett. Hosszos előkészítő munkák után és perek garbadájával indult ez az egész jelenlegi sztori. Ugye az első, a Veszprő megyei kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya kiadta az első környezetvédelmi, határozatát, amelyben megállapították egy formális vizsgálat után, hogy várhatóan semmiféle környezet, jelentős környezeti tényező, káros környezeti hatást a kikötő nem épít. Szeretném hozzátenni, hogy a régi kikötő és az új kikötő mólói közötti távolság 1,2 km. A kvassai sétány oldalán a vízszint egyébként sekélyebb, mint ezen az oldalon, Uh, tulajdonképpen a kikötő, az új kikötő mólóinak megépítésével egy 1,2-385 méteres medence jön létre, ami én azt gondolom, hogy rábíznám az önök fantáziájára, hogy milyen pangó vizet és áramlási fennakadásokat fog okozni. Uh, többször változtatott a beruházó a tervekem uh, utoljára megemelték a nyugati móló hosszát 385 méter hosszra. szükségessége, hogy besodorná az észak-észak-nyugati áramlat a kikötőbe a hordalékot. Arról a hordalékról beszélünk, amit másfél nappal a tervek, az új tervek publikálása előtt még le is tagadtak. Semmiféle jelentős áramlati hatás nincsen, nincs ezzel semmi probléma, minden rendben van. A környezetvédelmi határozatot a Mosolygók Balatonföldvár Földvári Egyesület illetve magánszemélyek felperesi beavatkozóként megtámadták. Ennek az ítélete megszületett a Pécsi Törvényszéken. A Pécsi Törvényszék minden további vizsgálat nélkül új eljárásra kötelezte a Veszprém megyei kormányhivatalt. A Veszprém megyei kormányhivatal és ez az engedélyezési folyamatok eléggé elnemítélhető módon tisztességtelen eljárással, mint egy két nap alatt az új eljárást lesöpörte az asztalról, és kiadták az új véglegesé váló környezetvédelmi határozatot. Természetesen menet közben azért voltak folyamatok, hiszen a fehér Katasztrófavédelmi Igazgatóság a, a vízügyi engedélyt visszavonta annak hatására, hogy a környezetvédelmi, a környezetvédelmi főhasztály új eljárásra kötelezte a beruházót. Abban a pillanatban, amikor megjelent az új környezetvédelmi határozat, természetesen a Fejér megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság is lépett, és december 7-én, 2022. december 7-én kiadták az új vízjogi engedélyt. Az új vízjogi engedélyben az előzőhez képest már jelentős, további káros hatásokat előidéző megállapításokat és kötelezettségeket tettek többek közt azt a, Balabó, a beruházó Balabó Kft. javára. Mi szerint az első szerint a kitermelt homokos iszapot úszályokon a Balaton-Györöki e, zagytározóba kellett volna elszállítani, de ez e, a Balabó Kft. kérése alapján megváltoztatták arra, hogy a kitermelt 28 ezer köbméter homokos iszapot visszavezet, visszavezethető a Balatonba, a nyugati strandtól észak-nyugati irányban kijelölt trapéz alakú területre, és elnézést, és uh visszavezethető, elteríthető 8 illetve 10 cm maximum vastagságban. Tehát elkezdik a Balaton feltöltését a visszavezetett iszappal. A ebből a 28 ezer köbméter iszapból 23 ezer köbméter visszateríthető, a felmaradó mennyiség közúton elszállítandó. Felmerül a kérdés bennem, hogy a Rákóczi-Ferenc utca mikor válik csatatérré a kőszállító autók, az építőanyagot Autók, és ezt a hihetetlen mennyiségű homokos iszapot elszállító teherautók te e forgalmának nyomán mennyire fogja akadályozni, a üdülők, sétálók forgalmát. De ha már itt tartunk, akkor szeretném elmondani, hogy a polgármester úr által közkedvelt, mantrázott, szajkózott, a kikötő turisztikai látványosságot teremt mondata az körülbelül jelen állás szerint, abban fog kimerülni a turisztikai látványosság, hogy az ide látogató turisták, ha lesz még valakinek kedve, gyönyörködhetnek a strand területét elfoglaló munkagépekbe, a vízen úszó kotróhajókban, a cölöpverő berendezés hihetetlen zajkeltésében, és elmarad a strand látogatottsága. Jelen állapotok szerint, ha megnézzük, valóban azt kell mondjam, minden engedéllyel rendelkezik a beruházó. Ami engedélyek garmadával e, került megtámadásra. Hiszen azonnal megtámadta az új környezetvédelmi határozatot a Mosolygók Balaton Földváriai Egyesület, illetve a Fesztiváltársasház tulajdonosi közössége és egy harmadik magánszemélyekből álló pertársaság is e, keresetet adott be e, a Veszprémi törvényszékhez, mely kereset most már a mai napra világosá vált, átkerült a Pécsi törvényszékhez. A Fesztiváltársasház E, Tulajdonságuk nevében azt tudom elmondani, hogy e, a keresetet befogadták, a keresetbe belefoglaltatott az azonnali jogvédelem kérése is, de az azonnali jogvédelmet a bíró, ugyanaz a bíró, aki az első tárgyaláson nekünk ítélt, az új eljárásra ítélt, kötelezte a Veszprém megyei kormányhivatalt, az azonnali jogvédelem kérdésében negatív határozatot hozott, tehát elutasították az azonnali jogvédelmi kérésünket. A legnagyobb probléma az engedélyeztetési eljárásokkal. Elindult egy folyamat, ahol eh, szerves részét kép, aminek szerves részét képezte Balatonföldvár jegyzőjének eh, azon nyilatkozata, hogy az építkezéssel minden rendben van, az építkezés összhangban van a helyi építési szabályzattal. A helyi építési szabályzat 2006-os. 2006 óta nem módosították. Az az építési szabályzat, amely kimondja, hogy a gyugati területe egy KST, tehát különleges, különleges sportterület, építkezni nem lehet, funkcióját megváltoztatni nem lehet, területéből elvenni nem lehet. A építési szabályzatban benne foglaltatik az is, hogy telek rendezési, módosítási kérdéseket sem lehet foganocsítani. Én azt gondolom, hogyha egy kikötőt építenek egy strandra, strandra kikötőt vagy kikötőbe strandot kérdést kell feltenni, a jó válasz a nem válasz, hiszen mind a mellett, hogy a nyugati strand területét gyakorlatilag, ahogy látjuk itt mögöttünk, az építkezés megszüntette, annak mint egy kétharmadát minimum a kikötő elfoglalja, téves gondolat azzal foglalkozni, hogy a két-három méteres mollószár bekötése csak az, ami elfoglalja a strandot. Hiszen mind a látványtervek, mind a beruházóknak a közétett nyilatkozatai arra mutatnak, hogy a nyugati strand kvázi megszűnik, hiszen közforgalom számára átjárhatóvá teszik a területet. Kikötőben amúgy sem lehet strandolni, erre hatályos jogszabályok vannak. Az érvelés, hogy más területeken is, különösen az az érvelés, hogy a Balaton környéken több mint 50 település rendelkezik olyan kikötővel, amely mellett strandolni, strandolni lehet, strandolnak, fürdenek a vízben, az nem helytálló, mert lopni, sem, lopni is lehet, csak nem szabad. Tehát fürdeni is lehet, csak rendelet, jogszabályok tiltják, ebből kifolyólag az egy utopisztikus álom, hogy a kövezés mellé tervezett homokos plázs, amit egyébként a kikotort homokos iszappal alapoznak alá, egyáltalán alkalmas lesz fürdésre. A napozók elől a terület elzárt. Tehát az az utopisztikus álom, hogy a kikötő létesítésével munkahelyek keletkeznek, vendégészarák száma, a szolgáltatások minősége nőni fog az nem valósul meg. Mi lesz gyakorlatilag, mivel számolhatunk? Rövid távon nyilvánvalóan a látogatók számának elmaradása, mind az a 20 ezer éves ide látogatói létszám drasztikus csökkenésével számolhatunk. Számolhatunk rövid távon egy bezárt stranddal, egy megszűnő szolgáltatásokkal. Tehát, hogyha csak a büfékről beszélgetünk, és azoknak az árusoknak a tevékenységéről, akik a strandon itt voltak, a bezárt strandon nyilvánvalóan nem fognak kinyitni, ebből kifolyólag nyilván nem a foglalkoztatás növekedése, hanem a foglalkoztatás csökkenése lesz a következmény mind a mellett számolhatunk középtávon egy Balaton léptékű tónál rohamos feliszaposodása, a két kikötő közötti mólószárak medencéjének vízpongásával, csökkenő vízszinttel, a kikötő mellett, a kikötő, kikötő nyugati mólójának, nyugati oldalának hordalékosodásával, a fesztiváltársaság elé való feltöltőzésével, és szép lassan a csónak kikötő eh, megszűnésével is lehet számolni. Hosszú távon pedig én azt gondolom, hogy ezzel a tevékenységgel egy... Eh, Balaton tönkretételéhez, akár egy ökológiai katasztrófához is ö, vezethet, és számolni lehet a továbbiakban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Jó napot kívánok! A Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület nem kikötő ellenes, ezt fontosnak tartom kijelenteni. Mi azt mondjuk, hogy a Balaton elég nagy, és lehet rá kikötőket építeni, mert van erre igény. De ellene vagyunk annak, hogy egy olyan strandra építsék ezt a kikötőt, amit évente 40 ezer ember látogat. Itt lesz 175 hajótulajdonos -hajó és egy kikötő tulajdonos, akinek az érdekei szöges ellentétben állnak 40 ezer strandlátogató érdekeivel. Mi, Mosolygó Balatonföldvár egyesület tagjai, a 40 ezer ember mellett vagyunk szembe a kislétszámú gazdag emberek csoportjával. Ha ez a kikötő megépül, akkor egyetlen balatoni strand sem érezheti magát biztonságban. Akkor ez lesz a precedens, hogy a strandorokat ki lehet használni kikötőépítésre, kiszorítva onnan a strandolókat, mert nyilván itt is ez fog történni. Miért is épül a strandra a kikötő? Hát nagyon egyszerű, azért mert sokkal olcsóbb, hiszen itt a közmű ki van építve víz, szennyvíz elvezetés, elektromos áram, minden rendelkezésre áll. Hát ez legalább a beruházások 40%-át teszi ki, hogyha más helyen akarják megépíteni. De miért a mi pénzünkön akar gazdagodni valaki, aki vállalkozást alapít arra, hogy itt építsen egy ilyen kikötőt a strandra? Egyébként a kikötőépítés éppen ebben az esztendőben lesz, legalábbis a terve 20 éves. 2003-ban merült fel először, hogy ide kikötőt lehet építeni, 2010-ben az igen komoly lakossági ellenállás hatására erről a tervről a beruházó is lemondott, és az önkormányzat is lemondott. Ezt vette elő 2019-ben a jelenlegi polgármester és önkormányzat, és mindenféle ö, ö, társadalmi egyeztetés nélkül ezt meg akarja valósítani. Ha itt ez a kikötő megépül, de már maga a kísérlet is, ez tulajdonképpen ugyanaz, a Balatonnak, mint ami a Dunának a Bős Nagymaros volt. Bős Nagymaros most már lassan 50 éve nem épült meg, azért mert nem volt kellő ö, alapos társadalmi egyeztetés. Hát itt se volt, úgyhogy nem valószínű, hogy ez a kikötő meg fog épülni. Úgyhogy mi nem tiltakozunk a építés ellen, hanem meg fogjuk akadályozni minden jogi és politikai eszközzel, hogy 40 ezer ember érdekeivel szembe, alig 200 ember érdekei érvényesüljenek, hogy mit kívánunk tenni. Hát újra perre mentünk, azonnali jogvédelmet kértünk a bíróságtól. A bíróság szemben azzal, amit a közigazgatási hivatal másfél nap alatt megtett és meghozta a határozatát, a Veszprém megyei kormányhivatal másfél nap alatt kiadott egy engedélyt, 26 oldalba indokolva, hogy ez miért. Helyes és kellemes dolog. Szembe menve a bíróság jogerős döntésével, ami azt mondta, hogy ide nem lehet kikötőt építeni erre a strandra. Hát mi azonnali jogvédelmet kértünk, de a bíróság két hónapot, a tegnap küldte az első papírt, hogy a beadványunkat követően, hogy akkor áthelyezték Pécsre a mi ügyünket, tehát valami elindult. Arra kérjük az önkormányzatot, és arra kérjük a polgármester urat, itt a tévén keresztül, meg hát itt vannak a munkatársai, hogy ő is kérjen azonnali jogvédelmet, ami azt jelenti, hogy addig, amíg jogerős bírósági döntés nem születik, addig le kell állítani az építkezést. Ugyanis ennek az építkezésnek, ha olyan bírósági döntés születik, és biztos vagyok benne, hogy a bíróság nem fog hülyét csinálni magából, és nem fog ellenkező tartalmú döntést hozni, akkor ennek a költségeit valakinek fedezni kell. A visszabontás költségeit, a helyreállítás költségeit. Az önkormányzat nyilatkozott, hogy ez majd a beruházát terheli, na de hát a beruházó közel egy milliárd forintot nyert a mi pénzünkből. Tehát azokból a költségvetési pénzekből, amit mi fizettünk be adók formájába. Tehát tulajdonképpen a helyreállítás is a mi zsebünkből menne, ezért a polgármester úrnak és az önkormányzatnak elemi kötelessége, a figyelembe veszi a földváriak érdekét és a közösség érdekeit, hogy azonnali jogvédelmet kér, ami nyilván megerősíteni a mi kérésünket és mi állításunkat, és akkor legalább abban egyetértésre jutnánk, hogy addig, amíg nincs jogerős bírósági döntés, és addig itt semmi ne történjen. Hát ahogy látják, történt, le van kerítve egy nagy terület, ezt áprilisig használhatják, és elkezdődött az építkezés úgy, hogy... Semmiféle olyan társadalmi egyeztetés, semmiféle olyan jogi eljárás, ami ennek a jogi megalapozottságát <laughs> bizonyítaná, nem történt. Tehát mi elmegyünk a falig, és nem hagyjuk, hogy Balatonföldvár ezen legértékesebb területeinek az egyike prédává váljon, a pénz prédájává. És még egyszer mondom, az egy nagyon fontos dolog, hogyha itt ez megtörténhet, akkor egyetlen egy balatoni strand sem érezheti magát biztonságban. És befejezésképpen pedig szeretném megköszönni a, a pártoknak, egyéb civil szervezeteknek, társadalmi szervezeteknek, lakóközösségeknek a támogatását, hiszen itt eredményt csak akkor fogunk elérni, hogyha széles társadalmi összefogás valósul meg. Ebben az akcióban már a Jobbik meghívására eljöttünk a sajtótájékoztatóra, de a párbeszéd, az LMP a múlt napokban aligán jelent meg, és képviseltette magát, a DK-s Olá felszólalt a parlamentben a mi ügyünkben, tehát úgy néz ki, hogy egy nagyon széleskörű társadalmi összefogás körvonalazódik, és hát nagy öröm, hogy ennyien eljöttek, mert Ilyen sok embert érdekel a balaton sorsa. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm a megerősítését annak a munkának, amit az elmúlt években elkezdtünk a Balaton védelméért. Látható, hogy itt a Balaton kisajátításának egyik lépésének vagyunk szemtanúi, amit nem hagyhatunk, és végtelenül üdvözlöm azt a kezdeményezést, amit most Herényi Károly mondott, és bízom benne, hogy Holovis Hoba a polgármester úr és az önkormányzati képviselők az esküjükhöz mérten Balatonföldvár érdekeit és a Balatonföldvári lakosság érdekeit fogja majd képviselni ebben a ö, ö, jogi ügyletben, úgyhogy ö, én ö, továbbra is támogatásomról biztosítom mind a Balaton földváriak, mind a Balaton környéken élőket. Ne hagyjuk, hogy kisajátítsák a Balaton, védjük meg annak természeti értékeit, hiszen a Balaton mindenkié. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és amennyiben kérdés van, úgy állunk szíves rendelkezésükre. Köszönöm szépen!